Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Reggel óta, amióta nézegetem ezt az autót, azon gondolkozom, hogy hova az Istenbe tűnt 20 év. Tényleg, nézzétek! Old Timer. Tényleg, amikor én gyerek voltam, akkor ezek még nem levitézlett tuning autók voltak, akkor ezek még vágyott, távol-keleti sportautók voltak. Turbomotor, hátsó kerékhajtás, tuning potenciál, bukólámpa, hát mindenki ilyet akart. Aztán amikor tinédzser voltam, akkor lerúgott, hát vagy versenyautó alap, vagy ilyen telepi harcos volt, és eltelt 20 év, és bassz meg veterán, nem értem. Tényleg, így egy csettintésre. Na de, most nem arról fogunk beszélni, hogy mi lehet ez az autó, hanem hogy mi ez az autó, mert a kettő az nagyon szöges ellentétben áll egymással, hiszen láttuk a mindenféle drift videókat, togé videókat, time attack videókat, hogy mit lehet ebből csinálni, és most itt van egy autó, ami szöggyári. Teljesen az utolsó kárpit bolhái, teljesen gyári, még a rádió is gyári benne, tehát azért ritka alkalom, tényleg. Az európaiak mindig a gyári kalibrát sírják, a japánok valószínűleg a gyári 200SX-et. Vannak az autóiparnak nagy túlélői, ilyen például a Pontiac F-Body, bocsánat, hogyha a Csikós is nézi, akkor Pontiac F-Body, ami ugye a 70-es évektől egészen a 2000-es évekig készült, és hát talán mondhatjuk azt, hogy a japán F-Body az S-chassis, de mivel a chassis chassis szót nem szeretném többször kimondani, mert nem is tudom, ezért inkább mondjuk azt, hogy S-kaszni. Nyilván ez nem egy kasznit jelöl, hanem egy platformot, vagyis a hosszmotoros, hátsó kerékhajtású, jellemzően 2+2-es Nissanokat. Nyilván valószínűleg a 76-os első és a 2002-es utolsó autó, ami erre a platformra épül, hát nagyjából nincs megegyező elemük, mert ugye ez egy folyamatos fejlesztés volt, S10-zel indult a vége, pedig az S15 volt, de ettől eltekintve a méretek, a felhasználási cél és a jelleg az megmaradt. Hátul egy multilink futóművünk van, elől MacPherson, középen egy 5-sebességes kéziváltó, voltak belőle természetesen automata kiadások is, hasonlók, aztán pedig vannak benne 4-hengeres turbó, avagy szívó motorok, volt belőle bukólámpás, csíklámpás, szép kasznis, kevésbé szép kasznis, egyenesen csúnya kasznis, de a lényeg mindig ugyanaz volt, hogy egy relatíve, a világ nyugati felén megfizethető, nem túl motorizált, de kellemesen vezethető, jóvonalú sportautó. Ez volt az S-kaszni. Elindítottuk a Check Engine Patreon oldalát. Ha tetszik, amit csinálunk, akkor támogass minket egy neked tetsző összeggel, exkluzív tartalmak nem lesznek, tehát semmiről nem maradsz le, amennyiben mégsem támogatnál, viszont bizonyos tartalmainkhoz idő előtt hozzáférhetsz. Ha szeretnétek látni ilyen és ehhez hasonló különleges japán youngtimereket, akkor gyertek el június 1-én és 2-án Pécsre az Expo Centerbe, mert ismét megrendezik a Japanese Classic Car Show-t. A parkolóban lesz egy kis drift és bandázás, bent pedig ilyenek. Úgyhogy szerintem érdemes lesz jönni. Mindig meglepődök az S13-osban, hogy milyen nagy csomagtartója van, és most a nagyot nyilván nem abszolút értékben értem, hanem az autóhoz képest úgy általában. És nézzétek meg, ezért szeretek Attilához járni, benne van a gyári pótkerék, ami egy teljes értékű pótkerék. Bridgestone Potenza. Nem tudom megmondani, hogy mikori a dot száma, mert annyira öreg, hogy akkor még be sem vezették a dotot valószínűleg. Nem is ez a lényeg, hanem tök vicces látni egy olyan gyári felnit, mert persze az a gyári felni is nagyon szép, de azért azt írta eső, por, nap, lehet, hogy felújították, fene tudja. Ez viszont egy annyira gyári felni, hogy soha nem volt sehol. Itt volt az autó csomagtartójában, néha kinyitották és elcsodálkoztak rajta, hogy jé. Érdekes ez az egész amúgy, mert ez az autó ráépült az úgynevezett drift tax, driftadó, vagyis hogy ha nem keletkezik meg a drift, mint sport, akkor most már valószínűleg nem is emlékeznénk rá, és akkor az nem tornázta volna fel a gyári állapotban megmaradt példányok árát sem. Tehát drága lett egyszer azért, mert jó építési alap, és drága lett egyszer azért, mert mindegyiket szétépítették, ezért nagyon kevés belőle a gyári. Beszéltem Hetyési Zsoltival, hazánk S-pápájával, aki azt mondta, hogy a jó építési alap az 3 millió forint környékén kezdődik. Lehet, hogy nincs benne motor, de annak úgy rendben van a kaszni a futóműve ilyenek, amiből neki tudsz állni versenyautót csinálni, de hogyha egy utcai, rendben lévő papíros, nem lerugott S-kasznihoz hozzájutsz, ott nem meglepő a 8 millió forint sem, és egy ilyen OT-s
halljak meg szöggyári állapotú autó, hát az bármi is akármi lehet, tényleg nem lepődnék meg, hogyha egyessel kezdődne, és nem másfél millió lenne, hanem mondjuk 10. Szóval, ja, tökéletes kordokumentum. Oda néz, gyári gázteló kanjikkal, japán feliratokkal. Hát mennyire kész volt ez már, de tényleg. Egy jó élmény, egy jó kaland. Igazából az a fajta könnyedség, ami mondjuk egy MX-5-ben megvan, az hiányzik belőle, de nem is arra szánták. Amit ezzel az autóval igazán szívesen csinálnék, beleülnék, aztán elmennék vele 3-4-500 kilométert. Kényelmes, jó az ergonómia, és jó vele menni. Ugye, amikor egy 90-es évekbeli jellegtelen japán autóról beszélünk, az nem ez, mert ez végre kinéz valahogy, nyilván ugyanazokból az anyagokból van, mint mondjuk a pár hete kipróbált Sunny, de itt gondolkodtak egy kicsit az ergonómián, és gondolkodtak egy kicsit az esztétikán. Nem kell nagyon nagy tűzre gondolni, de például amire szükségünk van, azok így közel elérhetőek. Amikor az ember mondjuk hevíti az autót egy szerpentinen, akkor tök jó, hogy ezekből a kis légrostélyokból ide a kezére is kap hűtést, nem izzadunk rá a kormányra. Közel van az elakadásjelző, nem kell messzire nyúlni a váltógombhoz, nem kell messzire nyúlni a kézifékhez, ha úgy van, és általában úgy van. És teljesen egyértelmű átlátható kezelőszervek vannak benne. De a legeslegjobb része az egésznek, hogy alacsony a műszerfal a mai autókhoz képest, ezért nagyon-nagyon jó a kilátni belőle, előre. Viszont, hogyha oldalra néznénk, akkor egy olyan B-oszlop van mindkét oldalon, ami megtartaná a római birodalmat is. Hát ennek ellenére viszont nem annyira merev az autó, nyilván ebben azért benne vannak az évek is persze. Szóval, hogy ez nem úgy szép autó belső, hogy elképzeled, ez mondjuk a maga korának egy szép autó belsője, de legalább szép. Váltó, ötös kézi, ez amúgy egy kifejezetten kellemes, jól kapcsolható váltó, hát egy hosszú váltó, nem kavargatunk rudazattal, hanem itt kavarunk a gépészetben. Amúgy állítólag egész sokat elbír, azzal szokták tuningolni ezeket az autókat, hogy mondjuk alá teszik a Nissan Serenának, a kisbusznak a differenciál művét, mert az plug and play, ezzel egy kicsit csökkentik a terhelést a hajtásláncon, és egy kicsit rugalmasabbá teszik az autót. Aztán, hogyha nagyon elborulnak teljesítménnyel, akkor mondjuk jöhet az IS200-ban, az RX8-ban, meg az MX5-ben is használt 6-gangos kézi, mert az lényegesen többet bír ennél. Természetesen az is iSyn, az is beépíthető. Ne úgy nézzük ezt az autót, nem szabad úgy nézni ezt az autót, hogy mai szemmel milyen. Ezt az autót, ezt azzal a szemmel nézd, hogy mondjuk az Energy Polo-ban hüpögtetve a Sterbinskit beállsz vele a diszkó elé 97-ben. Hát mert akkor kevés nagyobb király volt nálad, mondjuk ki. Az SX ebben a formában 89 és 94 között létezett, és most kapaszkodjatok, mert ez nagyon durva lesz. Ugye 89-re a Z sorozat, a ZX az annyira meghízott, hogy simán elfért alatta egy sportautó, de az egy sportautó, hát az tulajdonképpen inkább 4 volt. Ugye létezett ez az autó, ezt itt 200 SX-nek hívták, de 1.8-as motor van benne, 1.8 turbo, tehát volt, ahol 180 SX-nek hívták, és kapásból két kasznival lehetett elérni, ezzel a szép kupéval, és egy kicsit csúnyáskább, kicsit szögletesebben japánnal, na azt hívták Szilviának. Viszont az autónak megcsinálták a két hibridjét is, volt egy úgynevezett Szilejti, Szilvia 80, ugye van 80, 180, ami ezek az autónak az orrával kezdődött, a bukólámpával mi egyébbel, és a szögletes hátsóval végződött, valamint Amerika számára csináltak egy fordított hibridet, ami a Szilvia orrával kezdődött a csíklámpákkal, és ezzel a kupé hátsóval ért véget. Őrület, mikre nem ment ezeknek. Ez itt most a CA18-as motor, a későbbi szériákban, meg más országokban aztán meg lehetett már kapni az SR20-szal is, bár nyilván itt most ugye egy platformról beszélünk, tehát változott közben a karosszéria. És, hogy igazán egyszerű legyen az élet, Amerikában árulták az úgynevezett KA24-es motorral, de ebből is kétféle volt, csak hogy örüljél. Ez egy 2,4 literes vasblokkos, aluhengerfejes, 12 szelepes szívó teherautómotor, tényleg ilyen Serenákból, meg Terranókból. Meg volt ennek egy KA24 DL változata is, ami hát azért valamivel sportosabb. Na, ezekre szoktak turbót akasztani, és akár meddig húzni, hiszen egy kettőfeles vasblokkból azért ki lehet fújni pár lóerő turbófeltöltővel, és nyilván az alkatrészpiac. Bármi és akármi. De, hogy még egy kicsit terheljem az agyatokat, azt is tudni kell, hogy ebbe az autóba simán be lehet pattintani egy RB6 hengerest, ugye a Skyline-ból, mert hogy a
bölcsőjét a Skyline-nak, tulajdonképpen plug and play fel tudod csavarozni, és onnantól a blokk, a kormánymű, meg minden egyéb váltó jöhet bele. És akkor van egy 6 hengeres 200 SX-ed, amivel azért már arrébb lehet menni. Nem mondhatjuk, hogy egy különösebben szétfeszített technika, ez egy 1.8-as turbomotor, 169 lóerőre és 228 Nm-re vagyunk jók vele. Mondhatnánk, hogy de ezt legalább a világ végéig tudja, de nem. Ez a motor állítólag kifejezetten érzékeny az olajcserére, mert nem elég nagy az olajtöltete, tehát kívánna valamivel több olajat, és hogyha nem kielégítő a kenése, nem cserélik elég sűrűn az olajat, akkor viszonylag hajlamos arra, hogy megegye hajtórúdcsapályokat, aztán mehet a lecsóba a főtenge, és akkor egy teljes motor felújítással kell kezdeni. Nyilván, ahogy arról a Sunnys videóban szó volt, az SR20 motornál is vannak jobb tuning alapok, de hogyha valaki ilyet akar építeni, akkor nyilván érdemes már az SR20-as szériát megvenni, amivel később szerelték az S-kasznit. Ezt az autót egy olasz üzletember vásárolta a Magyarországon élő párjának, aki nagyon szívesen használta, ám 2 évvel később szétmentek, viszont az autót nem akarta visszaadni. Úgyhogy az olasz úriember kvázi visszalopta az autót, utána elkerült egy agrármérnökhöz, és Attila őtőle vásárolta meg. A futás teljesítménye egészen meghökkentő, és most puskázok, hogy ne mondjak hülyeséget. 58.200 kilométer. Tehát ez egy jó részt eredeti fényezés, egy-két helyen picit belefújtak, és egy rendes polír. Ennél közelebb nem hiszem, hogy juthatnánk a gyári állapotú 200SX-hez. Nézzétek, még a porózus gumiból készített hátsó szárny is megvan, nem szabad benyomni, mert bereped. Ennek amúgy állítólag remek tulajdonsága, hogy összegyűjti a vizet, mert hogy ilyen szivacszerű gumi, és elkezdi elrohasztani a nagyjából beszerezhetetlen csomagtérajtót. Amúgy az autót nem különösebben drága fenntartani, tehát a kopó alkatrészek nem sokkal drágábbak, mint a korabeli Nissanoknak. A kopó alkatrészei, a korabeli polgári Nissanok kopó alkatrészei, viszont hogy a karosszéria elem rohad, sérül, törik, azért azt tud fájni, márpedig rohadni szeret. Szerencsére ez most pont egy teljesen épp példány. Aki a 90-es években volt gyerek, annak nagyon-nagyon sokat jelent. A bukólámpa. Minden autó pontosan 5,5-szer menőbb, mint hogyha nem lenne hozzá bukólámpa. Egész egyszerűen imádom. Viszont tudni kell, hogy miért vezették ki. Na most képzeld el, hogy egyre fontosabbá vált az autógyártók számára, hogyha az autóval elgázolnak valakit, akkor az ne halljon meg. Márpedig egy-egy ilyen bukólámpa azokkal az élekkel, amik most olyan remekül látszanak, hát ez pont úgy működött, mint egy jó kis gyalogos tökgyalú. Úgyhogy szívünknek fáj, az ember élet az első, a bukólámpa eltűnt. Végtelen sportautóságot várni a 200SX-től ebben a formában mindenképpen badarság, de hát nyilván én is beleesek ebbe a hibába, hiszen amikor behúzták az internetet a családi házba, akkor rengeteg ilyen témájú videót néztem, ahol ezeket az autókat hajtották össze-vissza mindenféle szűk japán hágókon. Mert hogy igen, lehet belőle olyat csinálni, de a valóság az nagyon-nagyon távol áll ettől. Egy kicsit olyan, mint a Toyota Supra, meg a motorja. Van egy dolog, amit képzelünk róla a popkultúra miatt, meg van egy dolog, ami a valóság. Itt a valóság, hogy ez egy remek kis túrakupé. Nagyon elképzelem magam, ahogy nekiindulok bele az Alpoknak. Fölkanyargok bele egy szerpentinre, és hasonló. Nézzétek meg! Lekanyarodtam ide az autópálya felhajtóra, és azt hittem, leér a kilincs, annyira puha a gyári futómű. Persze, egy lapos autó nem kell a legkemény futómű, hogy stabil legyen, de az biztos, hogy ez sokkal inkább a hosszú távú túrázást, a grand turizálást támogatja, mint a 1,5 G-vel bevett kanyarokat. És nézd meg, 110, 3000-es fordulat, és igazából le van szarva minden. Én békésen oda fogok érni egy kedves, menő, öreg autóval, nem hangos. Nyilván azért karosszéria illesztések már nem olyanok, mint 2023-ban lennének. Egy kicsit súgított. Aztán
persze az ereje sem olyan, mint amit elvárnánk egy 1.8-as turbomotorból. Ugye a 90-es évek végére, a 2000-es évek elejére a Volkswagen ennél sokkal hardcore-abb 1.8-t tudott építeni. De az mindig rosszul volt beépítve és keresztbe. Vagy amikor hosszába építették be, akkor egy nagy nehéz Audiba volt és mind a négy keréken hajtott, ami nem az igaz út. Ez viszont jó irányba áll, jó kerekeket hajtja, és van hozzá egy jó váltó. Nézzétek meg a kormányt. Onedin kapitány kihajózik! De? Oly mindegy, alapvetően pontos, el lehet vele jól pozícionálni az autót, csak valahogy nem akarózik. Ahhoz, hogy olyan legyen, ahhoz valószínűleg kell nekik négy gátló, kell rá egy jó nagy fék, van, aki a 300ZX-ét szokta átcsavarozni, vagy vesz valamit az amúgy elképesztő méretű tuning piacról. De ebben az autóban ülve most mégis ez az elképesztő kilátáselmény ragad meg, amit modern autókból a mindenféle ilyen vastag oszlopokkal kiöltek, meg hogy itt nagyjából a szedcsontom alatt van vége a műszerfalnak, ezért lefele is látok, és tök jól el tudom helyezni az autót az úton. Vékony az oszlop, mai szemben persze akkor erre azt mondták, hogy vastag. Egy Opel Mantából átülve tényleg vastag, de csak így gurulok, és nem hiányzik semmi. Tök jó érzés, hogy a kezemet fújja a kis két kis légbeülő, nem ízad rá a tenyerem a kormányra, hanem egy ilyen végtelenül meditatív állapot, és közben szívom a japán autószagot. Biztos tudjátok, hogy minden autónak megvan a maga illata. Szétdohányozhatják, széttakaríthatják, kárpitot cserélhetnek benne, de az az illat az valahogy mindig visszapúszik. A 124-es Mercire valaki azt mondta egyszer, hogy az a romlott gyurma illat, találó. A japán autó, hát az talán inkább egy kicsit a poros szőnyeg abban a szobában, ami még nem a padlásszoba, hanem egyel alatta van, de alapvetően inkább nem használjátok, mint igen, de egy évben egyszer azért kitakarítjátok. Na, az a klasszikus japán autó illat. Nagyon-nagyon szeretem. És hogyha egy kis bugira vágyok, akkor csak így fölkattintom. Fölkattintom a bukólámpákat, amivel így be tudom célozni az utat. Nyilván nem teszem mindig, mert egy literrel növeli a fogyasztást, feldarabolja a gyalogosokat, meg elvesz a végsebességünkből szembe 12,5 km/h, de lehet, hogy 13-at. Nem lényeg. Ezzel az autóval már inkább a veteránozás élményét éljük meg, és sosem éreztem magam egy veterános arcnak, mert így mondjuk egy Zsiguliban egy technikatörténeti érdekességet, de azért inkább egy kellemetlen régi autót éreztem addig beülve egy ilyen japán veterán autóba, ami tényleg tök jó párhuzam a Zsiguli poszmotor hátsó kerékhajtás, stb. Szóval, hogy beülve egy ilyen japán autóba, igen, a technikatörténeti jelentőségét éljük meg, azt éljük meg, hogy milyen volt a vágyott japán sportautó Magyarországon a 90-es években, de közben azért egy műszer. Közben azért ez egy jó autó. Nem makrancos, nem érzek, hogy problémái vannak. És persze, elpirítod. Van egy kis moraj, van egy kis fütty, van egy kis besüvítő levegő a későbbi példányokon. A ráncfelvarrás után már kapott lefújó szelepet, az egy kicsit így megcsinálta a sót. Ennyi kell. Igazából mondom, furcsa módon azt gondoltam, hogy ezzel az autóval az első érzés, ami megcsap, az majd az lesz, hogy kéne alá négy tejn, vagy valami frankon beszelepelt bilstein, kéne bele egy gyors kormány, meg van a szó nagy fék. Nem. Már nagyon sokat megcsináltak. Tök jó, hogy van belőle rendes veterán.